Sziasztok! Ma megmutatom nektek, hogy hogyan kell csinálni ezt a leopárdos mintásköröm. Ha akarjátok tudni, hogy hogyan kell, akkor maradjatok, és akkor megmutatom. Először is ezen a kezem fogom mutatni nektek, és ezt használtam, egy ilyen aranyszínű körömlakkot fogom használni. Vagyis hát már bekentem, kétszer kentem, hogy akkor legyen jó a... Ahogy hívják, hogy ne lehet átlátni a körmömön. Aztán egy ilyen barnát fogok használni. Bármilyen barna jó, csak sötétebb legyen, mint ez a szín. És akkor csak annyit fogok csinálni, hogy egy kicsit veszem az ecsetemre, és csak ilyen így fogom felkenni. Mint ha pöttyöt csinálni, de nem pöttyöket, hanem látod? Ilyen óriási nagy... Csak oda nyomom az ezt, ennyi. És mindegyiken... Azt fogom csinálni. És amennyi fér a körmöden? Lehet 2-3... Meg 4, meg ahogy szeretnéd, csak így össze-vissza kellene. Úgy próbálom csinálni, hogy lássátok is. Így. Amúgy nem vagyok körmös egyáltalán, nem értek én hozzá. Csak megmutatom nektek, hogy én hogy szoktam festeni az enyémet. És akkor ezután, mikor már mindegyik megvan, a feketét fogok vinni. Bármi a fekete jó. Csak akkor a barna, ami ezzel kentünk, ne legyen olyan sötét, hogy a fekete ne látszódjon. Meg egy ilyen ecset. Hát bármilyen ecset jó, de ami itt ilyen kis pont a végén van. És akkor oda be fogjuk mártani. Meg kezd üres lenni, szóval alig van benne. És akkor itt a körvonal, tehát ilyen C betűk fogunk így rajzolni, meg kis vonalak. Hogy nem az egészet fogjuk be színezni, hanem csak egy pár részet. Hát így. Hogy nem körbe megyek az egészen, hanem ide rakok egy kis ízeit, meg akkor majd itt is. Érteitek? Bocsánat. Akkor így. Meg utána egy kis pár pöttyöket is fogunk beledobni. Úgy. Tehát jön a következő, mert én is rakok egyet. És ezt fogjátok csinálni végig. Minden ujjatokon, vagyis körmödön, így. Meg a pöttyöket is. És akkor így fog kinézni, mint a leopárdos minta. Így szépen. Csak arra vigyázzál, hogy ne túl sokat szedjetek fel az ecsetekre, ahogy én. Mert akkor nem lehet szép vékony vonalat rajzolni. De így is látod, hogy ki fog jönni. C betűk. Így. Így. Csak meg kezd üres lenni, szóval nincs jó messzire kell, vagy jó mélyre kell rakni. Úgy. Ja, mondtam, hogy nem vagyok körmösen jó körömfestésben, mert az egész ujjam szoktam festeni, mikor körmöt festek. Így. Meg egy kis pontok itt arra. Úgy.
És akkor megvárod, hogy megszáradjon, és arra ráraksz egy felső réteg, ha gondoljátok, ha nem, akkor is hagyhatjátok. Én így szoktam hagyni, nem szoktam rárakni még egy felső réteg, a ilyen átlátszó, hanem így. Már ezt is kentem magamat ott, de mindegy. Látjátok, hogy ez most így van. És ha tetszik, próbáljátok ki, küldjetek képet, vagy videó, hogy ti is csináltok, hogy én is láthatom. Nagyon remélem, hogy ez tetszett nektek. Sziasztok!